Köszöntöm nézőinket, önök kulturális magazinunkat látják, Jala Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Koronázási ékszerek a Művészetek Házában. Újra megrendezték Kalocsán a Paprika Fesztivált. Különleges dallamok csendülnek fel a csellón. Robert Kapa életéről tartottak előadást a Művészetek Házában. János Vitéz történetét mutatta be a Very Dance. A magyar királyi koronázási ékszereket állították ki a Szekszárdi Művészetek Házában. Persze nem az eredetieket, hiszen azokat a parlament épületében védi a koronaőrség, hanem a hiteles másolatukat, mely országjáró körúton van. Az iskolások egymásnak adják a kilincset a kiállításon, és a pedagógusok is azt mondták a látogatást követően, egészen más beszélni az államalapításról. A Szent Korona nem csupán Európa egyik legrégebbi beavató koronája, hanem a magyar államiság jelképe is. A történelem során csak az válhatott törvényes uralkodóvá hazánkban, akit a Szent Koronával koronázott meg az esztergomi érsek a székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikában. A magyar Szent Koronát II. Szilveszter pápa küldte első Istvánnak, akit 1000. december 25-én vagy 1001. január 1-én koronáztak meg magyar királlyá. A magyar korona eredetije ma a parlamentben hirdeti az államiságot, viszont létezik egy hiteles másolat. Régi vágya volt a Babits Mihály Kulturális Központnak, hogy Szent István királyunk ünnepén, az államalapítás ünnepén egy olyan méltó produkciót vagy egy kiállítást tudjunk ide a városba szervezni, amely egy kicsit túlmutat a hétköznapi ünnepségeken, és a város teljes lakosságának, elsősorban diákoknak, fiataloknak is ad valamilyen lelki feltöltődést, illetve hát nevezhetjük úgyis egy kis történelem tanuláshoz megfelelő segédanyagot. Régi vágyunk volt ez is, tehát újra vágyakról beszélünk, hogy a Szent Korona és a koronázási jelvényekkel kapcsolatban mi már fölvettük korábban a kapcsolatot a Pintér családdal, akikről azt kell tudni, hogy ők rendelkeznek az országban az egyetlen hiteles másolati példánnyal, mind a korona, mind a koronázási jelvények tekintetében. Ez egy csodálatos együttes és összeállítás, amit ők igen nagy anyagi erőfeszítéssel és áldozattal, illetve nagyon komoly szakértői munkával, a legkiválóbb magyarországi ötvösökkel és aranyművesekkel készítettek el a korábbi években. És hatalmas szerencsénkre ebben az évben meg tudtuk végre valósítani, hogy elhozzuk Szekszárdra is ezeket a csodálatos relikviákat. Az ötletnek az is a része volt, hogy ezt tegyük lehetővé valamennyi szekszárdi általános és középiskola részére, hogy egy rendhagyó történelem óra során egy-egy pedagógus kíséretével és az általunk adott ismertető alapján láthassák a mi diákjaink is, hogy Magyarország 1000 éves államiságának milyen relikviái vannak, mit jelent a Szent Korona Magyarország életében, országunk történetében, és hát ezzel így én azt gondolom egy kicsit a hazaszeretetet, az identitást is tudjuk erősíteni. Mivel ez az egyetlen hiteles példány, nagyon nagy a kereslet rá. Számtalan kiállítást szerveztek már szerte az országban, elsősorban oktatási céllal. És a másolatnak is megvan a maga különlegessége. Mivel ez az egyetlen hiteles példány, amelyet ráadásul még II. János Pál pápa a magyarországi látogatása során meg is áldott, éppen ezért ez természetesen a most a parlamentben látható koronázási valódi ékszerek és a valódi korona mellett ugyanegy egy utángyártott példány, ha nevezhetjük így, de teljesen autentikus, tökéletes mása, sőt, még azt is megtudtuk, hogy ez a korona, amit a Művészetek Házában látható, ez az eredeti Szent István királyunkat megkoronázott korona, ugyanis az idők viszontagsága során ugye a magyar koronának egy nagyon nehéz története volt, számos alkalommal elrejtették, külföldre került, Amerikából kaptuk vissza a 70-es évek végén, és a viszontagságos út során megsérült, és néhány olyan motívum elveszett, ami viszont az itt látható koronán megvan. A város és környékének iskolásai egymásnak adták a kilincset a kiállításon, több mint 1000-en látogatták eddig a Művészetek Házát.
A kísérőtanárok véleménye szerint egészen más ezután a látogatás után beszélni az államalapításról. A magyarságunknak a jelképe, a kereszténység jelképe, és tulajdonképpen egy olyan hát sarokpontja, alapköve a magyar történelemnek, ahonnan elindult egy olyan folyamat, ami szerintem napjainkig is tart. A Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi középiskolájában egész hetet szenteltek a történelemnek és az irodalomnak, és ebben a korona kiállításnak. Mindenképpen úgy gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy mivel megtapasztalják ezt személyesen, és hozzájárul ahhoz, hogy a történelemhez másként állnak, és talán közelebb kerül hozzájuk a történelem, a magyar történelem különösen. Végig látogatjuk a szekszárdi múzeumokat, megyünk a megyei múzeumban is, meglátogattuk a Babits házat. Volt egy olyan sétánk, ami a múzeumtól a Babits házig a jelentős kulturális helyszíneket mutatta be a gyerekeknek, és azt gondoljuk, hogy ha ez minden évben egy ismétlődő sorozat lesz, akkor egyre inkább bevésődnek ezek az ismeretek. Én úgy gondolom, bejött az ötletünk, és szeretnénk a jövőben is hasonló élményeket okozni. Egy kicsit ki kell zökkenteni a hétköznapi programokból, a hétköznap megszokott elemekből a mi ünnepeinket is, és hogyha egy-egy ilyen pluszt, egy-egy ilyen úgymond kuriózumot is be tudunk mutatni, el tudunk hozni ide Szekszárdra, én azt gondolom, ettől mindannyian gazdagodni tudunk. Szeptember 9-e és 11-e között rendezték meg Kalocsán a 31. Csíplek Kalocsa elnevezési kulturális és gasztronómiai fesztivált. A szervezők idén is gazdag programkínálattal várták az odalátogatókat. Továbbá a szokásokhoz híven főzőversenyre is benevezhettek a vállalkozó kedvek. Jó ebédhez szól a nóta, tartja a mondás. Incsiklandó illatok szálltak Kalocsán az érsekkertben, ugyanis immáron 31. alkalommal rendezték meg a Csíplek Kalocsa elnevezésű paprika és gasztrofesztivált, ahol sokak örömére idén sem maradt el a főzőverseny. Itt számos egyesület is megmérettette magát. Marha pofa pörköltet főzünk, ez a marhának a belső pofa húsából és a külső bőrös részéből áll. Hagyományos módon zsíron, hagyma, paprika, föltesszük és várjuk azt, hogy mikor adja meg magát ez a marha, hogy fogyasztható legyen. Bízom benne, hogy igen, a zsűrinek tetszeni fog. Nagyon szeretnék, nagyon sok. Szerintem egy 15-20 éve már főzünk így. Maga a rendezvény nagyon jó, örülünk annak, hogy két év kihagyás vagy egy ilyen kis csendes időszak után újból visszatért. Nagyon hiányzott már nekünk is, szerintem Kalocsának is és a vendégeinknek is, akiket nagyon sok szeretettel várom mindig ide. Több versenyző is a marhapofa mellett döntött, és természetesen mindenki dobogós helyen szeretett volna végezni. Hát az elsők között reméljük. Bizakodóak vagyunk. Főszakácsoknak folyamatosan kell iszogatni, ez az első titok. Hát azt, hogy mit teszünk bele, azt majd csak a végén. 15 kiló. Hát egy 3,5 óra hossza, reméljük lassan elkészül. A fogásokat háromtagú zsűri értékelte, melynek elnöke Kelemen Endre Venezdíjas mesterszakács volt. Ő elmondta, hogy számos szempontnak kellett megfelelniük a versenyzőknek. Először is a szemünkkel kóstolunk, tehát a tálalásmódja, a kinézete az rögtön egy étvágygerjesztő és egy finom benyomást keltsen, utána jön a húsok darabolásának a módja, a húsok fővésének a technológiája, elég puha, megfőtt, nem főtt, a szaftja, és utána az egészet összevetve az ízhatások.
ezek a szempontok. Illetve feltétel volt, hogy a versenyzők kalocsai fűszerpaprikát használjanak a fogásokhoz. Csak is és természetesen, hiszen az egész fesztivál, vagy ez a baráti főző verseny arról szól, hogy igenis a kalocsai paprikát, amelyik az ország 40%-ának a paprika termését és exportát, sőt még külföldre is jut belőle. Tehát a kalocsa kitermeli, megérdemli ezt a csodálatos reklámot és azt a csodálatos versenyt, amit itt minden évben rendezek. Sajnos az utóbbi években ugye kétszer nem voltunk, utána viszont, vagy előtte, még a pandémia előtt hatalmas verseny volt. Ez az érsekkert tele van. Hát most kezd újra éledezni, úgy néz ki. Gyakori hiba ugye a nem megfelelő fűszerezés, tehát elsősorban az íztelenség, aztán nem elhanyagolható, hogy bizony a bogrács szélére vagy aljára odakap, és a tapasztalatlan amatőr versenyző ezt belekeveri. Hát rögtön odaégett íze lesz a dolognak. Milyen ezek vannak? Sok minden van, mert én nem szeretem, ha a hideg tejfölt ráteszik az ételre. Mindig kérem, és most már tanultak az előző versenyekből, és a tanácsokból mellé adják például. Nálam az is egy hiba, hogy rajta van egy hideg tejföl, ami egyrészt van, aki nem eheti, ugye most már egyre többen érzékenyek erre a laktózításra, és elhűti az ételt. És a vendég döntse el magának, hogy tesz rá, vagy nem tesz rá. A fesztivál szervezői idén is gazdag, színes programkínálattal várták az érdeklődőket kalocsára. Az ország legnagyobb fellépői szórakoztatják a közönséget. A tegnapi napon a Kowalski meg a Vega adott egy nagy koncertet DJ Dominik közreműködésével itt a szabadtéri színpadon. Mellettem hagyományőrző együttesek, civil szervezetek mutatják majd be a tudásukat. A mai napon pedig reggel 8 órakor elkezdődött a főzés, paprikás ételeknek a főzőversenye. A ma estének az egyik fő szenzációja az a Edda Műveknek a nagy koncertje. Fel fog előttük egyébként lépni a Don't Stop the Queen együttes, és szuper DJ-k fogják még szórakoztatni a közönséget a mai napon. Itt a sétányon láthatóak mögöttem a vendéglátósátrak, több mint 10 vendéglátó étkeit lehet megkóstolni, és közel 25 kézműves standot állítottunk ki, akik tényleg kézműves termékekkel készültek. Itt a főbejárat mellett pedig egy vidámpark került felállításra, úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy minden adott a jó szórakozáshoz, kellemesen lenged ez a levegő, nincsen se túl meleg, se túl hideg, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy igazi jó fesztivál idő van. Zsikó Zoltán elmondta, hogy a fesztivál napjainkra már országos szintűvé nőtte ki magát. Azt gondolom, hogy egy rendezvény sikeréhez sok minden kell. Kell a helyieknek a szeretete, kell a helyieknek a nyitottsága ahhoz, hogy ilyen rendezvényeket megvalósítsunk, kell a vendég szeretete, kell az, hogy a vendégek és a turisták szeressenek egy térségbe megérkezni, és ott jó ételeket, jó italokat, jó társaságban tudjanak elfogyasztani. Kell az, hogy a helyi településnek a vezetői döntést hozzanak a tekintetben, hogy igenis támogatják a rendezvénynek a létrejöttét, hiszen egy ilyen nagy fesztivál megszervezéséhez nagyon-nagyon komoly döntésekre és hát szemmel látható összegekre van szükség. Ahhoz, hogy nagy fellépőket, nagy színpadokat tudjunk felállítani, azt sok pénzből lehet megtenni. Kellenek egy rendezvényhez jó támogatók, jó partnerek, kellenek olyan kiváló szakemberek, mint a mi szakembereink, akik lebonyolítják és megszervezik ezeket a rendezvényeket. Úgyhogy sok összetevője van, tehát olyan, mint egy jó paprikás étel, egészen a hagymátnak a megpirításától, vagy a dinsztelésétől az elkészüléséig nagyon-nagyon sok folyamatnak stimmelnie kell ahhoz, hogy a végeredmény jó legyen, de mi szekszárdiak tudjuk azt, hiszen mi bortermelő vidék vagyunk, és pontosan tudjuk azt, hogy a jó borhoz is mennyi mindennek, a csillagok állásának hogy kell állni az égen, hogy aztán a kész ital, az a csodálatos ital, amit elfogyasztunk egy jó baráti társaságban, az tényleg profi és tökéletes legyen, ahhoz nagyon sok mindennek össze kell állni. Egy rendezvénynek is körülbelül ez az életciklusa, annyi, hogy nem egy éven keresztül, hanem egy kicsit rövidebb időn keresztül, de körülbelül hasonló módon kell egy jó bort, egy jó pörköltet elkészíteni, mint ahogy mi ezt a rendezvényt megszerveztük. Mindenből egy kicsit, de annyit, hogy tökéletes legyen. Thank you.
Rendhagyó előadásra érkezhettek a nézők a Szekszárdi Művészetek Házába. A Dorjáni Bálint kapa estje a világhírű fotós Friedman Endre önéletrajzi szövegeivel festette élénkre a világpolgár vadregényes életét. A műsor a Művészetek Fesztiválja programjain belül került megrendezésre. Kapa gondoskodott könyvekről az útra. Akkor még nem tudtam, honnan szerezte őket. De később kiderült, hogy kapa könyvtolvaj. Ő ezt kölcsönzésnek hívja. Könnyedén zsebre vág egy könyvet, és ha rajta kapják, azt mondja, visszaadom, csak kölcsön veszem, csak el akarom olvasni. Az ilyen könyv ritkán kerül meg. Kapa Ed Gilmore-ral bánt el a legcsúnyában. A moszkvai tudósítók nagybetben tartják a könyveket, és ha érkezik egy krimikből vagy modern regényekből álló szállítmány, a számukra ünnep és boldogság. Ed Gilmore éppen akkor kapott egy új Hillary Quint. Már az ötödik fejezetnél tartott, amikor meglátogattuk. Míg velünk beszélgetett, gyanútlanul félretette a könyvet. Távozásunk után szerette volna tovább olvasni, de hiába kereste, kap a kölcsönet. Aki filmmel foglalkozik, vagy fotózással foglalkozik, vagy érdekli a fotózás, akkor a Robert Kapa neve az nem ismeretlen számára. Maga a személye is elég vonzó, ez a gamblerség, ez a hazárdjátékos élet, és az a karrier, amit tulajdonképpen befutott, amit nem tudjuk teljesen pontosan kijelenteni, hogy azokat a képeket ő vagy a felesége készítette a kezdet-kezdetén. Tulajdonképpen ez a Robert Kapa is egy kitaláció, ahogy ő megszületett, de elvitathatatlan, hogy fantasztikus képeket csinált. Hát maga az élete az egy nagyon izgalmas dolog, tehát hogy én azt gondolom, hogy filmért ordít ez a történet. Bízunk benne, hogy el tud készülni egy ilyen produkció. Nyilván koprodukcióba kell gondolkodni, de attól függetlenül egy nagyon sikeres magyar ember, aki meghódította a világot. Kapa egy vízi disznó. Sajátos módszere. Föl kell, beveszi magát a fürdőszobába, és telereszti a kárt. Belefekszik a fürdővízbe, és addig olvas, amíg el nem álmosodik, és ekkor mindjárt el is alszik. Ezzel reggelente 2-3 órát is igénybe vesz. És nem nehéz kitalálni, hogy amíg ő oda bent anyázik, a fürdőszoba nem használható komolyabb célokra. Közszolgálatnak tartom megosztani ezt az információmat Kapán. Két fürdőszobával Kapa elbűvölő, okos, jó helyen jutik el. Egy fürdőszobával viszont nem más, mint. A Kapa Centernek volt egy megmozdulása, tulajdonképpen a múzeumot akarták kihozni a múzeum épületéből, és volt egy 104 vagy 107, nem tudom pontosan, képből álló installációja, amit a Budapest Parkba telepített ki a Robert Kapa Múzeum. És akkor jött a felkérés, hogy ennek a megnyitójára készítsünk valamit, vagy készítsek én egyedül valamilyen estet, felolvasásszerűen a önéletrajzi regényekből, a Vér és Pezsgőből és a Kissé elmosódvából. És akkor kitaláltam, hogy próbálkozunk valami izgalmas együttállással, és a Qualitons két kiválóságát hívtam segítségül, Boros Levente perkuszionistát, és Szőke Barna gitárost, és tulajdonképpen egy félig improvizatív, félig kötött előadást készítettünk ezekből az önéletrajzi írásokból. Az ember elolvassa a Vér és Pezsgőt, az egy olyan, mint egy hollywoodi forgatókönyv, tehát érződnek benne a túlkapások, meg a lódítások, de nagyon szórakoztató és nagyon-nagyon izgalmas, tehát hogy egy elképesztő életút. Egy fotós barátom készített még nagyon-nagyon régen egy előadás kapcsán, még a Radnótiba fotózott egy előadást, és csinált egy ilyen montírozást, hogy egymás mellé rakta a Kapa képét, meg az enyémet, és akkor tulajdonképpen így indult, és aztán csináltunk egy fotózást, amikor megpróbáltuk megcsinálni azokat az emblematikus fotókat, amik Kapára készültek.
Kacsó Pongrácz János vitézét láthatta a közönség a Babits Mihály Kulturális Központ színpadán a Very Dance előadásában szeptember 11-én. Az eredeti zeneművet Szirtes Edina mókus hangszerelte át jelentősen, hiszen az eredeti műben többek között nem szerepelt szájharmonika sem. Aki csak ezt a pár filmkockát látja, nagy valószínűséggel nem találja ki, milyen előadással is készültek a felvételek. Pedig a muzsika, ha valaki jól figyel, árulkodó, hiszen Kacsó Pongrácz fülőmászó dallamai kihallatszanak a modernizált feldolgozásban is, még ha azt Ferenczi György Herfli muzsikájában hallja. Az egykori nagy sikerű Expedi Dance együttesből kiválva jött létre a Vari Dance tánc együttest Vári Bertalan vezetésével, és ültetett át a néptánc elemeinek felhasználásával színházi előadásokat. Az Expedi Dance célkitűzése sem különbözött a jelenlegi csapatétól. Ott töltött éveim alatt is azon dolgoztam, meg dolgoztunk a Sanyival, meg az összes táncossal, hogy a táncot, mint műfajt, azt jobban elismerté tegyük, jobban megszerettessük az emberekkel. Én azt gondolom, ez azért sikerült, tehát valamelyest igen. Jót kell csinálni, mondja Vári Bertalan, és akkor az emberek eljönnek és azt megnézik. Ez a személyes tapasztalatom. Az emberek nem arra mennének be, hogy egy hangzatos címre, hanem bíznának abban, vagy sok olyan előadást látnak, amik megérintik, és egy plusz emóciót, érzést, jó dolgokat adnak nekik lelkileg, meg érzésleg, akkor azt gondolom, hogy nyitottabbak lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy nem a... Effektív azt gondolom, mindegy, hogy mit viszünk színpadra, inkább a hogyan a kérdés, hogy az jó legyen és adjon valami pluszt az embereknek. Most abból indulok ki, hogy a közönség visszajelzése a mi műsoraink alapján, akkor azt kell mondjam, hogy értik és szeretik, és ennek örülök, bár jó lenne minél szélesebb rétegek felé, vagy minél szélesebb közönséghez eljutatni ezt a dolgot. Én azt gondolom, ebbe az egész táncszakmának azért van még hiányossága, de bízom benne, hogy ez a művészeti ág is egyszer csak eljut az őt megérdemelt helyre. Ahhoz, hogy a nézők értsék, mi történik, és elfogadják a táncot, mint közlést, sok előadást kell megnézni. És olyan darabokat kell csináljunk, ez a mi felelősségünk, hogy az ember ne úgy menjen ki egy előadás, hogy úristen, mi volt ez a lilaködés, nem értettem belőle semmit, és nem adott semmit, és tök fölösleges volt, így jöjjek, hanem bízom benne a ma este néző is azt fogják mondani, hogy hú, ez nagyon jó volt, ezt a csapatot megnézem még egyszer, uram, bocsánat, meg egy másik táncelőadást megnézni, hát az ilyen jó, vagy még jobb, mint amit ők csináltak. A János Vitéz történetének ismertsége nem feltétlenül segíti a nézőt abban, hogy értsen, mi történik a színpadon, hiszen könnyen előfordulhat, hogy nem tud elragaszkodni attól, amit olvasott, mondja Vári Bertalan. És én lehet, hogy másképp akarnám azt bemutatni, vagy más gondolatai vannak bizonyos dolgokról, hogy most a Jancsi Mérce lemes Őrüskába vagy, a Bagó egyáltalán ki ebbe a történetbe, vagy a Banya az kicsoda, vagy milyen személyiség. Tehát egyfelől könnyebb is, de azért bizonyos szinte nehéz, mert nézzük meg, elvárják, hogy ugyanazt kapják sokszor, és nem engedik azt a fajta idézőjelben művészi szabadságot, vagy legalábbis nehezebben viszonyulnak hozzá. Tehát, hogy balanszírozni kell, azt gondolom, bizonyos helyzetekben. Én is keresem az utakat, meg hogy ne ugyanazt csináljam, mint eddig, hanem próbáljak új dolgokat kitalálni, ahhoz meg idő kell, és nem mindig tudom, hogy mit akarok, és néha ragaszkodom a saját paneleimhez, és erről szeretnék elrugaszkodni egy picit jobban. A Vari Dance működésének több kiemelkedő produkciója is volt már, mint például a Carmen, amelyet egy magyar cigány millióbe ültetve mutatott be a táncegyüttes. A jövő tervei között pedig egy nagyszabású, kinizsi előadás szerepel. Thank you.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!